ki lehet bajnok? A 38. Allianz Hungária Rally rajtjánál természetesen mindenki az esélyeket latolgatta. A papír forma szerint Beniknek volt a legtöbb esélye, hiszen 70 ponttal vezette a listát. A miskolci drukkerek azért bizonyára inkább a 61 pontos Spitzmüllerre szavaztak volna. De mivel az Ágyip országos rali bajnokság 7. futamát Pécsen rendezték, a helybeli fanok közül sokan az 55 pontos ifja Tóth Jánost látták volna szívesen újra a csúcson. Ugyan nem sok, de matematikai esélye Turinak is maradt. 16 ponttal lemaradt ugyan Beniktől, de két futam során sok minden történhet. És Turi nem véletlenül száguldott az egyes rajtszámú autóval. Egyelőre még övé a bajnoki cím. Az esély latolgatás helyett azonban szombat délelőtt egyre többen kezdtek egy másik igen kockázatos foglalatosságba. Megjósolni, milyen lesz az idő. Pontosabban kitalálni, hogy esni fog vagy sem. A meccsek felett egyre sűrűbb és sötétebb fellegek gyülekeztek, de ki merne intermédia gumit feltenni, amíg nem hullanak le az első esőcseppek? A száraz aszfalton elégnének a drága gumik, és az eredmény is katasztrofális lenne. De mi lesz, ha a második hosszú gyorsaságén leszakad az ég, és a pályát slickgumival kell teljesíteni? Az élmezőny pilótái minden esetre követték a régi szabályt. Tedd, amit a riválisok, és akkor nem lehet nagy az időkülönbség sem. A WRC pilóták közül ketten gyorsan befejezték a futamot. Herzig Norbert kénytelen volt a pályán gumit cserélni, és ez 5 percébe került. Tagai Tamás autójában 2 gyorsasági alatt 2 fontos alkatrész ment tönkre. Az első gyors közepén eltört a féltengelyünk, eltört a külső csukló is. Annak a féltengelynek nyilván megfeszült valahol, és szétverte a féknyerget, elment a fékünk. Plusz kaptunk még egy defektet is, úgyhogy itt úgy döntöttem, hogy feladom. Janikának bezzeg minden sikerült ezen a napon. Az első 70 hely nyárásvölgy pályán csaknem 2 másodperccel gyorsabban robogott végig, mint Benik Balázs. De ez csak a bemelegítés volt. A második 28 kilométeres Orfű Árpád-tető szakaszon 11,5 másodperce növelte az előnyét. Az elején egy kicsit túlmelegített az első gyorsított a gumikat, úgyhogy a végére azt hiszem, hogy túl meleg volt, és kicsit bizonytalan volt az autó. De a második is tökéletesen sikerült szerintem, úgyhogy egyelőre megyünk. Most nem hiszem, hogy változtatunk az autón, hát ez attól függ, hogy milyen gumit fogunk feltenni, milyen információt kapunk a pályáról, még van fél óránk, hogy ezt eldöntsük, és aztán majd utána, ha esik, akkor valószínűleg egy kicsit puhítunk majd az autón. Az élbolyban Turinak sikerült legalább Benik tempóját tartani, de Spitzmüller nagyon sokat, csak nem egy fél percet kapott. Őt is a feje mit lehetne tenni? Nem tudom, valami nem jó, nem találom a fonalat, az elején nem találtam, nagyon hamar elmelegedett a gumink mind a két gyorsasági szakaszon, és onnantól már csak tényleg a túlélés volt, próbáltam minden, de valahogy nem sikerül, lógunk le mindenhol az árokba, úgyhogy nem tudom. Majdnem mind a két gyorsan azt mondom, hogy első 1-1,5 kilométer után iszonyatosan emlékszik a gumi, és nagyon-nagyon csúszkálunk, de mindenki erre panaszkodik, úgyhogy valószínűleg valami egyforma hibája van mindenkinek. Az olaszokban felmerült, hogy pici talán tévedésből menet közben változtatott a hajtás beállítása. Túlságosan elhasználjuk a gumit. Nem jó időpontban volt a guminyomás beállítva, és túlságosan sokat dolgozik a gumi, csúszik, azért ilyen csúszós az autó, illetve még egy probléma adódott, hogy el lett állítva a középső differenciálnak és az első differenciálnak a pozíciója, és nem... Már megmutatom neked, ott van a kártyán rögzítve, a gyorsasági szakasz közben történt pozícióváltás, ennek következtében az autónak az eleje, tehát a kanyarban érkezéskor lényegesen gyorsabban, jobban fordul be az autó, viszont a kigyorsításnál a hátsó tolóerő megszűnik, és nem tudsz kigyorsítani a kanyarból. Tehát ez a két probléma van, mindjárt a komputeren megnézzük. Tehát az egyik ez, a differenciál pozíciók a probléma, a másik pedig a guminyomás. De a guminyomás jól állítottuk, de mindjárt lesz. Jó, a széle van nagyon megkopva. Tehát ettől jobban megvan kopva a másik oldalon, ha megnézed. A széle. Ez is megvan, de a másik az nagyon. A gumi elhasználódásának okára sikerült gyorsan fényt deríteni. A kocsiban használt nyomásmérő meghibásodott. Ez egészen új. Itt meg egészen meg van kopva.
keréknyomásmérő műszerünk, ellenőrző műszerünk, amivel beállítjuk a gyorsági szakasz elején a keréknyomást, az meghibásodott, és más értéket mutatott, nem a valós értéket, és sokkal laposabbra engedtük le a gumit, sokkal kevesebb volt benne a guminyomás, ezáltal kezdett el nagyon gyorsan túlmelegedni a gumi, és folyamatosan túlmelegedve mentünk. De a komputerből az is kiderült, hogy egy azon pillanatban két állító kapcsoló is átugrott egy másik állásba. Ehhez a sofőrnek mindkét kezével el kellett volna engednie a kormányt. Spitzmüllert azonnal felmentették, tehát az elektronika a bűnös. De vajon miért kapcsolgatja magát önkényesen egy versenyprogram? Turi felfelé menet keveselte az Octavia teljesítményét. Ráadásul a gumik hamar elmelegedtek, és az autó csúszkált a második pályán. Első gyorsaságim volt egy kis bakink, egy helyen lecsúsztam az útra, és a gumi lecsúszott a felniről, a jobb hátuljáról, és onnantól kezdve oda kellett figyelnem minden balos kanyarba, mert hogyha leugrik a levegő alól, aki ugrik, akkor nagyon nagyot lehet esni, nagyon temposak a pályák, és féltem egy kicsit. Annyira remegett a fejünk, hogy szörnyű, úgyhogy itt van bent a kerék. Azt hiszem, hogy lehet látni, és hogy félig le van csúszva a gumiról. Csúszkált nagyon, meg nem tudom, én is azt érzem, mint a spicék, hogy fölfele nem igazán erős az autónk, meg a hátsó diffiből valami hangok jönnek, úgyhogy lehet, hogy cserélni kell. Benéknek nem a gumik miatt fájt a feje, hanem a futómű miatt. A Ford a kanyarokban túlságosan tolta az elejét. Amikor hosszú ívű kanyarok vannak, ott viszont nem nagyon tudok úton maradni vele, és több alkalommal kell kézizni még a gyors kanyarokba és a hosszú ívű kanyarokba, mert nagyon eltolja az elejét, és most egy másik differenciál programot fogunk átállítani. Nem nagy változások lesznek, tulajdonképpen az elsőt fogjuk változtatni. A gumiválasztás az jól sikerült itt a Michelinnek a segítségével, és szeretnénk is ezt a gumit megtartani. Kérdés az, hogy a következő körben esni fog, avagy száraz lesz. Első fékbetétet cserélünk. Michna Otto az év végére kiismeri a Skoda minden alkatrészét. Az Octavián versenyenként más és más fődarab romlik el. Most éppen, ami eddig még nem volt soha, most az AC-val van gond, tehát nem megy rendesen az autó, melegedik is tőle, mert nem kap rendesen üzemanyagot. Tehát ezt most kibírta eddig a motor, most hogyha meg kicserik az AC-t, remélem minden jobban fog menni. Konkrétan mi lehet a hiba, azt tudod? Az egyik AC megállt. És ez, ha nincsen meg a megfelelő nyomás, akkor kanyarokban ugye két oldalsó tankja van, minden egyes kanyarban elmegy az autóból az erő. Mi van itt az AC-ba? Nem működik az egyes AC, és kettővel kellene menni az autónak. Jóni, nyom be! Be van nyomva le. Várja. Indítsd meg! Most megy? Most mozog, igen. Jó, akkor vezetéket meg biztosítékot adjatok. Igen, várjál, nagyon szarra. Nem baj, az adjál 30-as biztosítékot meg vezetéket. Milyen sarú kell az nektek? Ha most van AC vagy nincs AC csere? Szerintem cseréljük. Úgy néz ki, hogy cseréljük. Miért gondolkodsz egyáltalán rajta? Mert nem lehet tudni pontosan, hogy mi okozza a problémát, hogy az AC kap-e áramot, nem kap, vagy azért, mert már az AC rossz és túl nagy áramfelvétele van, ezért veri ki a biztosítékot, ezért inkább kicseréljük, és akkor biztos, hogy megoldódik a probléma. Hát ez elég szar, Józsi. Cseréljük ki, hol a másik? Milyen ez ide fönt? Süt a nap, néha borult, de száraz. Jó, oké. Köszi, hello. Hála Istennek, egyelőre még száraz. Reméljük, ma már nem fog esni. Holnapi napot meg majd meglátjuk. Szeretnénk ezt az ötödik helyet megtartani. Ha lehet egy picit előrébb érni, mert 23-ra van spici. Hát, ha sikerül. Egy H csoportos az élbolyban. Szelecki Tamás Ford VRC-je ma már ugyan nem homológ, de bírja a tempót. Igaz, hogy a meccsekben csak két gyorsaságit futott. Pontosan nem tudjuk, mi a baj, valószínűleg egy vízcső eltörhetett, úgyhogy szerintem itt game over. Feladjuk a versenyt valószínűleg, mert hogyha tovább folytanak, valószínűleg túl nagy lenne az anyagi kár, úgyhogy ezt valószínűleg nem merjük bevállalni. Rengeteg néző volt, és jól esett mindenkinek, hogy integettek meg, azt gondolom, hogy szeretettel fogadtak bennünket ennyi után, és azt gondolom, hogy harcos vagyok még mindig. Csak tisztában voltunk körülbelül az autó, ez bármikor megállt, és az Attilával végül is az volt a tervünk, hogy amikor jó az autó, akkor amíg a csövön kifér, ha két gyorsat megyünk, ha hármat, akkor hármat megyünk, de igazán az idő érdekel bennünket. Tehát nem az, hogy bejöjjük az autót, bevigyük a hátunkon, hanem igazán megnézzük, hogy hol a helyünk. Figyeled a péktávot! Jobb három!
Ötször mondtam. Gyertek! Az nem fog kimenni. Az A8 leggyorsabb pilótái fél percen belüli időkülönbséggel értek az első szervízparkba. Első gyorsan 1,7-et tudtunk adni a Krisztiánnak, azt hittem, hogy itt irgalmatlan csata lesz. Biztos lehet, hogy van valami gondja Krisztiánnak, igazából nem beszéltünk erről. Most tudtam neki adni 8 és felett, de hát én ismerem őt, hogy biztos felszívja még magát. Aszfalton nem volt még szerintem 28 km-es gyorsági. Nincs tapasztalatunk belőle, lehet, hogy egy keményebb gumit kellett volna föltenni, de azt hiszem, hogy a kemény gumitól mindenki tart egy picit. A gumikkal kell még egy picit varjálnunk, mert nagyon megmelegszik a végére a gyorsoknak, nagyon tolja a kocsi az órát, de alapvetően minden jó. Hide Krisztián a hosszú orfűi pályán sokat kapott az élen haladó Turántól. Az ilyen nagyobb kanyarokban úgy érzem, hogy gond van az első hajtásunkkal, mert mintha lediferálna a hajtás, mint az első sper nem működne teljesen 100%-osan. Plusz egy kicsit úgy gondolom, hogy túl puha gumival mentünk, és a végére nagyon-nagyon túrta az elejét. Plusz egészen alacsonyan engedtük a gumnyomást, és a végére így is 2-6-2-7-re fölment, tehát már egy öt alatt nem merek elrajtolni vele, és így is több mint egy bárt emelkedik. Úgy gondolom, egy kicsit keményebb gumit kell, hogy feltegyünk a következő körre. Tehát még csak most kezdődött a verseny, úgyhogy még eddig elmeteg minden rendben van. Abszolút hetedikek vagyunk, 10 másodpercre van előttünk a Frici, a kategóriában második, aki 10-zel vezet előttünk a Frici. Elég sok kilométert tettünk meg, hát nem tudom, majd egy kicsit még azt hiszem ráteszünk egy-két lapátra. Botka Dávid a kezdőkörre nem tett fel új gumikat. Gondolta, kivárja, hogy mekkorák a különbségek a riválisokhoz képest. Itt az első gyorsaságinak a végén, egy 5 kilométert úgy jöttünk, hogy teljesen fék nélkül. Több kanyarban úgy érkeztünk meg, hogy csak váltogattam visszafele, és hogy hát, ha elfér. Sajnos ez miatt visszamaradtunk egy kicsit, mert kaptunk 10 másodpercet a Hidegtől meg a Turántól. Így a másodikra már kevesebbet fékeztem, és így nem tudott emelegedni a végéig. Mindenkinek szerintem a fék melegszik el. Annyi, hogy ezt a Mitsubishit nagyon úgy kell vezetni, hogy végigfogni vallal. És most azt próbáltam, hogy inkább nem fékeztem, elengedtem a gázt és gurultam ilyen nagy tempós kanyaroknál, és akkor ez most meghozta a gyümölcsöt, mert nem melegedett el. De hát a következőn a nagyon szűkbe ott lehetetlen nem nyomni a féket, úgyhogy nem tudom mi lesz, nehéz lesz. Jobb kettő fűpártyán átengeded, bal egy fűbe. 50, jobb kettő fű, és bal kettő tő, ez a fű, és bal kettő tő, abból sima jobb, és sima jobbból bal 22, 22, abból jobb 1. Nagyon hű. Jobb 1, nagyon hűből bal. A 9. helyen Bútor szerencsére száraz aszfalton próbálhatta ki a vadonatúj C2-t. De fék nélkül ez mégsem bizonyult hálás feladatnak. Gyakorlatilag elment a fék az autóról, csak hátrafog, és a 30 km-es gyorsat így kellett végigcsinálni. Még az első gyorsan nem is hátráltatott ez a dolog, azt mondom egyáltalán, vagy csak nagyon kicsit, de hát a második az végig a rajtól kezdve beesett fékpedállal csináltuk. És mivel nagyon sok lassító van, nagyon sok fékút és sokat kell lefelé menni, nagyon-nagyon lassan tudtunk menni, és hát ez meghozta az eredményét, jó hátul vagyunk abszolútba. Az első gyorsan azt vettem észre, hogy a kis kanyarokban sokkal gyorsabb az autó, iszonyatos kanyarsebessége van, merni kellene vele úgy menni, amennyire még nem merek. Mindenhova befordul 5.-6.-ba, tehát félelmetes. A fék viszont már a teszten sem tetszett, tehát vagy én nem tudok alkalmazkodni még normálisan a fékhez, vagy tényleg nem jó a fék, és gyakorlatilag ez rányomta a bélyegét az első két gyorságira, úgyhogy olyan iszonyatosan nagy következtetéseket sajnos nem tudok levonni. Bútort már az első gyorsasági megelőzte Ollé Sándor a Suzuki Ignis-szel. Megpróbált óvatosan fékezni, és ez nem vállaltunk túl a kanyarokat, viszont a fékutakra nagyon figyeltünk, és a második gyorsan, hogy megyünk be a parkolóba, ott túl rövidre sikerült, és túlcsúsztunk, úgyhogy majdnem neki mentünk ennek a betonnak, ami elválasztja, és inkább túlengedtem, úgyhogy bementem a másik pályára, megfordultam, és visszajöttem, de úgy gondolom, hogy jó volt, mert így is csak 5 másodpercet kaptam a 28 kilométeren, mi nagyon bizakodunk, mert azért bevallom, jobban féltünk attól a C2-től, szóval azt hittem, hogy most megkapjuk azt, amit a szordótól a perceket, vagy a fél perceket. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, a Kakuszival, illetve a Bútorral nagyon küzdünk, bár nem tudom a Peti miket megy most, mert mostani gyors nem tudom. Hát, úgy gondolom, hogy féktávokon múlik ez a meccsek rally, de most eddig jó. Jobb 4,5, 100, jobb 33, jobb 33, 100, bal 33, de bal 33, 100, jobb 33, jobb 33,
most jön a lassító sztori, és bal 34-en megyünk ki. Baku Szilmára rajtnál adott néhány másodperces előnyt a vetélytársaknak. Hát egy gyenge volt, elég gyenge, sikerült, ott hagytunk egy pár másodpercet, de hát benne van sajnos. Próbáltunk úgy trükközni a rajta, de nem jött össze, és utána végig minden rendben volt. Picit még azért le voltunk merevedve az első gyorsan, ott egy picit idegenkedtünk a pályát, de ez a második, ez már úgy igaz, itt is voltak hibák, picit a kipufogónk az talán kifúj, azzal próbálunk valamit csinálni most a szervizbe, de amúgy semmi baj, hogy nincsen. Sima jobb. Szátbukkan tempó középen üt gödör. 50 a sima bal hosszú, középen üt gödör. Sima bal hosszú, és 50 a bal öt. Van egy ilyen elágazás a kistó előtt, és akkor ott így hatodikba érünk oda, végig is egy ilyen jobbos bukkan, és utána egy ilyen bal közepes kanyar van, amit ilyen negyedikbe lehet venni, és utána mindjárt van egy ilyen derékszögelág. És első körben hatodikba beengedtem autót, de kár volt, mert nagyon elcsúszott, és nem jól jött ki a balos kanyar. És most itt a második körben megpróbáltam úgy, hogy egyet visszaváltottam, inkább bentebb húzottam a kanyarba, és nagyon jó kijött a balos, a picit levágos, csak utána meg hirtelen ott volt a jobb derékszög, és akkor ott kézifékek kellett elfordulni, de nagyon jó kijött, úgyhogy tetszett minden. Keller Péter reggel a hazai pálya ellenére még nem nagyon találta a helyét a Super 1600-as mezőnyben. Én azt hiszem, hogy különösebb problémánk nem volt, tehát szépen megvalósítottuk azt, amit mi edzésen elterveztünk. Azt hiszem, az ellenfeleimmel nem biztos, hogy föl fogom tudni mégse venni a versenyt, mert nem tudom, lehet, hogy okosabban behozták a gumit, nekem rendszeresen lassítani kell. Mind a két gyors első és a második nem is kétszer-kétszer ez miatt lassítanom kellett, mert már túl melegedett elől a gumi. Tehát nagy a feladat, próbálok okosabban menni következő körre, de nem adom föl, mert az elmúlt versenyeken is ilyen már volt, hogy negyedik helyen állok, és onnan még följebb tornászok. 50, még bal kettő, negyedik, 50, bal kettő, tempó kicsit patkán, 10, jobb kettő, hosszú, negyedik közepétől gyorsít, 100, még jobb három, tempó patkán, saras. A VRC-k közül Vizin László egy kicsit lemaradva követte az élmezőnyt, de ahhoz képest, hogy az első gyorsasági után haza akart menni, nem is állt olyan rosszul. Borzalmas. Ki akartam állni az első gyors után, ez az igazság, mert az első gyorsan elégett a jobb első főfék henger, és teljesen dőlt ki belőle az olyan összes fék, és semmi fékünk nem volt. Mondtam, hogy értelme nincs a 28-2-es gyorsasági rámenni fék nélkül, és akkor odajött a Hideg Krisztán, és mondta, hogy próbáljuk meg lekötni a jobb első féket, hogy egyáltalán nem menj oda a hidraulikolaj. Akkor azt lekötöttük, tagait, amitől kaptunk egy kis olajat, feltöltöttük, és akkor úgy nekivágtunk végül is ennek a 28-2-es gyorsnak, de ez a bal első fék, ez az igazság, hogy csak egy olyan 5-6 kilométeren keresztül, nem egész két körön keresztül bírt ott, ahogy megyünk a tó körül, és hogy akkor a terheléstől ott is felfort a fékolaj, és akkor onnantól kezdve már csak kézifék volt. És mire felértünk Lapistettől, addigra körülbelül a kézifék is elmelegedett, tehát a hátsó fék is, és utána Árpádtól lefelé úgy kellett jönni, hogy hát gyakorlatilag szinte semmi fék nem volt, tehát borzalmas. Közben az élenfutó autók lassan befejezték a szerelést. Túri Tamás viszont láthatóan kétségek között készült a következő szakaszra. Azért annyira úszik, vagy ez valami kapcsolom, tekerjek rajta, nem? Akkor plávát tele autó. Nagyon sokat megy keresztül. Most 7-es-6-os. Most csinálj már a differákom, de csak. 7-6-on van. Vel kiri kosti értok? A brzdi sú podárkó? A fékek rendben van. Rendben van. Meg nem ugye mi is differák. Čiňe má nastavit, 7, 6 má teraz, čiňe má nastavit. Na, super, oh. Na, super, ne. Pojď, jo. Eh, maintenant, il faut qu'il nous dise quel pneu il veut sur la voiture. Na, a chaque fois, maintenant? Oui. On a 2 minutes? Vite, c'est là. Jó, a lehető leggyorsabban akkor el kéne dönteni. Janika csomagtartójába plusz egy gumi került a biztonság kedvéért. A vágott szlikkeket forgásirány szerint meg is kell jelölni.
vajon mire készül a Peugeot csapat? Oké, tehát mivel, hogy ezt felrakod, az nem lesz felmelegedve, ez kettőn kell fel, két bárhoz. Ifja Tóth János készségesen válaszolt, de a lényeget olyan ügyesen kerülte, akár egy lassító bójáit. Itt a mit raksz fel, és mi van a csomagtartóba? Mi van fel? Mire együtt rakok fel a csomagtartóba, és meg az autó egy? Jó, de láttam, hogy jobbas meg ballos is rakott. Forgásirányos gumi. Forgásirányos gumi. Lesz csere, vagy miért? Hát ha kell, akkor cserélünk. Si vi stava in pulitonia, perché tu... Hát ez nem sok. No, lássuk, hogyan taktikáznak a riválisok. Milyen gumival mész ki? E24-e szárazzal. Hát még szárazok a pályák. Blazírozunk. Egyel vagy kettővel? Egy vagy két tartalék gumival? Egyel. Nem valószínű, hogy cserélsz direkt. Hát... Nem. Egészen biztos, hogy nem. Keresik az eső? Akkor nem tudom mi lesz. Akkor vizes lesz a pálya, és nem tudom. Nem tudom, mindenki szárazzal megy ki, úgyhogy nem blazírozunk. Túl sokat vesztenénk, hogy vizes gombra mennénk. Természetesen. Mi van nála fájra? Még nincs kikészítve, úgy azt várom. Még ő sem. A csomagtartójában mi van, azt tudod ilyenkor? Azt nem néztem meg. Nem, ő is egy gumival, általában a VLC-sek két gumival nem mennek ki, mert nagyon megváltoztatja az autó súlypontját, és nehezen autózható. Milyen gumit raktál fel? 24-e. És egy vagy két gumival mész tartalék? Egye. Egye? Nem lehet, hogy cseréltek közben? Hát egyet. Egyet. Hogyha kell, de amúgy nem cserélünk. Inkább nem szeretnénk. Fiam, milyen gumival mentek ki? Mistennel. Jó, de mi van? Vágott vagy nem vágott? Nem vágott. Hány pótgumitok van? Kettő. Az sem vágott? Az intermédia. Ha eső lesz, akkor az nagyon fog kelleni. Ilyen mindig négyet, ha lehetne. Miközben a VRC-k már nyárás völgyben csatáztak, Hide Krisztián Mitsubishi-é még a futóművet puhították. Befelén csak egy felet, jó? A befelén csak 90 fokot. Szépen a futóműnek a puhítását kellett elvégeznünk, mert túl kemény volt a kirugózásnál. Egyszerűen lediferált az első hajtást, azt hittük, hogy valami hajtás probléma van, de lehetséges, hogy csak túl gyorsan jött ki a kerék, és ezért túl tudta pörgetni az elejét, és a berugózáson is egy kicsit pújtottunk, mert pattogott a féktávon is az autó, ott csak 90 fokot. Jó, Nadé! Szoros lesz. Mi? Szoros lesz. Nem érnek ki. Mi? Nem érnek ki. Nem érnek ki. Nem érnek. Biztos? A negyedik gyorsaságin közben remete rétre értek a VRC, de Benny Fordja hiányzott a mezőnyből. Végül a bajnok esélyes pilóta megérkezett, de gyalog. Vezérlés elszakadt valószínű, és megállt az autónak a motorja innen egy kilométerre még lefelé, és nem megy sehová. Ez sorsdöntő momentum, hiszen lehet, hogy az nem múlt a bajnokság. Hát nem lehet, hanem biztos. Benik tehát már biztos, hogy maradt 70 pontos a meccsekralit követően is. Ifja Tóth János viszont 22 másodperces előnnyel menetelt a futamgyőzelem felé. Most már örömmel avatott be minket a dupla pótkerék titkába is. Azt vittük el, ami fönn volt az autón, ugyanazt a keveréket, mi közepes keverékkel versenyeztünk végig ezen a napon. Ugyanezeket vittük tartalékba is. Feltettük a hosszúra a két új gumit, a két pótkereket, úgyhogy ettől talán egy kicsit, tehát azt reméltük, hogy jobban fogja bírni a terhelést a gumi a 28 km szakaszon. És ez hogy vált be? Jól, azt gondolom, hogy sokkal jobb volt, sokkal tovább bírt a gumi, de hát nyilván egy a gyorságnak az utolsó 3-4 kilométerét azért már úgy kellett megtennünk, hogy el voltak melegedve a gumik. A gumi háború tehát szombaton ifjabb Tóth János csapata nyerte. Túriéknál a csata még áldozatokkal is járt. Nagyon féltem, hogy
hogy nem fogja kibírni, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt. Az utolsó gyorsaságén ott meg beestem egy patakba az autóval, úgyhogy a bal hátulját ezt elég összetörtem. Azt hittem, hogy nem is tudok tovább menni, mert majdnem, hogy felborultam. De először felálltam a bal oldalára, utána jobb oldalára, de hál' Istennek kibírta, és ki tudtunk jönni. Na persze, akinek szerencséjét egy rali malac vigyázza, annak nem csoda, hogy mázlia van. Spitzmüller végül mégis felhasználta azt az egy pótkereket, méghozzá sokkal hamarabb, mint hitte volna. Tévedésből egy olyan felnire szerelték fel a gumit, ami ütött, úgyhogy azt lecseréltük inkább, mielőtt még problémát okozott volna. Olyan vibráció lett volna az autóba, de hál' Istennek észrevették, itt a sportások szóltak és lecseréltük. Nyugodtabb vagy? Sokkal nyugodtabb, meg kell elégedjünk ezzel. Én azt hiszem, hogy előrébb nem fogunk tudni menni, hisz két nagyon komoly ellenfél van, és igazából kilométer már nincs sok hátra. Bár azért 6-7 gyorsági szakaszon bármi történhet velünk is, velük is. Én azt mondom, hogy még nincs vége ennek a versenynek, de ha nem történik senkivel semmi, akkor nem hiszem, hogy különösebben nagy változások lehetnének. Dudás Gyula ezúttal vendéget is hozott a futamra, és úgy tűnik nem hiába. Frank Tamást meggyőzték a látottak. Idáig kiváló a meccsekre, hogy azt kell mondani, hogy mint a rali szakák vezetőnek végigjártuk a pályákat, hisz van vendégünk is, és az sem véletlen, hogy magunkkal hoztuk. Biztonságosak a pályák, a nézők úgy viselkednek, ahogy idáig elvárja a sportszelleme. Az elejében iszonyatos harc van. Hercikék már kiálltak, ugye, tehát ki lehet pipálni egy autót, de a többi VRC és a többi kategória a Super 1000-ben mindenhol óriási a küzdelem. Úgy gondolom, hogy a Forma 1 mellé a Rally világbajnokságnak is helye van Magyarországon, és nagyon sok rally sportoló van, aki ezt megérdemelni, és a magyar közönség is. Tényleg igaz, hogy a gondolat jár a fejünkben, és megpróbálok velé valamit tenni. Úgy gondolom, hogy ha siker, az egy nagyon nagy dolog lenne. Nagyon messze vagyunk még ettől az ötlettől? Az ötlethez nagyon közel vagyunk, inkább a megvalósításhoz vagyunk egy kicsit még messze. Én elkezdtem a tárgyalásokat, és nagyon remélem, hogy ez pozitívak lesznek, és tulajdonképpen emiatt is vagyok itt. Nagyon szép dolog lenne, 16 verseny van jelenleg a világon, 16 futamból áll egy verseny, jelenleg átalakítás alatt van a rally. Úgy gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi is beleférjünk. A dobogós helyezetek mögött másfél percnyire Michna Otto tartotta a helyét Hide Krisztián előtt. Annyival lett másnap, hogy egyre rosszabb volt az első hajtásunk, egyre jobban lediferált az autó. Gyakorlatilag esztergályos szakmát kellett volna, hogy válasszak, mert olyan érzésem volt, hogy egész nap forgácsoló. Csak szeretnéd? Forgácsoló szakmunkásnak éreztem magam. De végül is nem rossz ez. Én ugyanúgy így is tudtam tartani a Dávidot, most tettünk rá egy kicsit jobb osztóművet, úgyhogy én szerintem a holnapi nap azért ennek mennie kell. Lesz a holnapi naptól? Hát azt várom, hogy beérjünk legalább ezen a helyen, az abszolút ötödik hely, ez nekünk nagyon jó pozíció. Az A csoportot mindenféleképp meg szeretnénk nyerni, hiszen ezért jöttünk ide. Eddig úgy néz ki, minden rendben van, hát műszaki gondok vannak, de mindenkinél vannak. Nagyon hosszúak és nehezek a pályák, de viszont nagyon élmény rajtuk autózni. Szeretem azért hosszú gyorsainkat. Ott a jobb kettő tempó, és bukkanban sima bal, szögeled, és sima bal után 80 lefele, és jön az első lassító jobbról. Szabványos lassító, ott van már, látod? Itt a lassító, ügyesen. És a bal kettő lehet, hogy sodor a bal kettő, majd 30. Jobb kettő vége, tempó mínusz, majd 30-ban nagy fékút dobál jobb. Hideget, alig 2 másodperces hátránnyal követte Botka Dávid. Ő már a kategória második helyén várta a vasárnapi folytatást, miután Turán Frigyesnek megállt az autója. Leszakadt egy dugattyunk, úgy néz ki. A motor egyszerűen mondhatnám azt, hogy leállt, teljesen elment belőle az erő. Kinyomtam a kuplungot, és abban például le is állt, hogy leáramtanítottunk és félregurultunk. Hál' Istennek ott a nézők tudtak segíteni egy picit az autót a rossz újézidái sívről le tudjuk tolni. Este az abszolút 7. helyen Bútor még mindig a féket kereste az új Citroenen. Vizin viszont megtalálta és felkapaszkodott a 8. helyre. 9. várta a folytatást Tárnok Tamás. Mögötte Kakuszi Zsolt már a Super 1600-asok között a 2. helyre ért be. A pontszerzők harcában még Petőnek lehetett beleszólása az A8-as Mitsubishivel. Jó volt, nekem nagyon tetszett. Meg is lepődtünk az idő eredményen. Nagyon örülünk neki. Első körben kicsit elgumiztunk magunkat, keskenyebb gumit raktunk föl, hát az volt, azt felraktuk. És hát vászonig el is kopott. Kiálltak a vászonok, a drótok belőle. És hát most második körül egy Michelin-t felraktunk, ami már
már szélesebb is, meg jobb is. És hát javítottunk mind a két gyorson, úgyhogy a másodikon még, vagy hát a negyediken még forogtam is. De nagyon jó az időeredmény, ahhoz képest, hogy még a fék, meg a motor az NS, szerintem maximálisat nyújtottunk. Itt van mellette ez a kézifék, és véletlenül itt piszkálom mindig a kanyarukba, aztán rosszkó húztam meg. Amit akkor nem kellett volna persze. És akkor forgás? És akkor forgás. 70 utána, és jobb három. Jobb háromból bal öt hosszú. Jobb három, ebből jön a bal öt hosszú. Figyelsz a bal öt hosszú. Gáz, gáz. Sima bal. Fék és jobb négy, köves, jobb négy, köves. Aztán bal 3.32 hosszú. Belül gumi. És 80. Amire már szombaton számítottak a versenyzők, az vasárnapra be is következett. Reggel az egész meccsekben esett az eső. Nem ért senkit meglepetés, mindenkinek volt alkalma új gumit feltenni. A hegyi pálya rajtja előtt azért még mindnyájan engedtek a keréknyomásból. Remeterét után jött a híres Abaligeti pálya. Végül Nyárásföldön zárult a kör. Mind a három vizes gyorsaságén Túri Tamás volt a leggyorsabb. A 22 másodperces hátrányból 11-et lefaragott. A Super 1600-as kategória negyedik helyén Ollé kiesése után már Ábrahám Imre futott. Csak kiszállni nem mert az autóból, nehogy indítóznia kelljen. Hát nem tudok kiszállni, mert nem lehet leállítani a motort, mert nem jó az önindító. Megkaptunk egy defektet, az eléggé megnyomta itt a dolgokat. És már érjünk célba. Írtál jönni a defektet? Persze, igen, kincseréltük ki. Csak hát a balos kanyarokba csak lépésbe tudtunk menni. 50, bal 55. Jobb 55. Lassítóra vigyázol. Bal 4, jobb 5, bal 44. Itt a bal 44. Szűk. Oké, 100. Nyomod. A Suzuki kupában a vizes pályákon ifja Ranga László ebiszkélt át a leggyorsabban. Meglepetés, a hegyi pályákon is gyorsabb tudott lenni a lóerő fölénnyel bíró Hondáknál. Én számítottam arra, hogy jól fogunk menni, hisz ez lelkileg is nagy dolog. A pályákat annyira tudom fejből, hogy mondja Janek, úgy beugranak a kanyarok, de fejből nem tudom elmondani a pályákat egyébként. Azt meg tényleg nem értem, hogy miért tudjuk őket megverni. Nem tudom, lehet, hogy ennek az Ignisnek jobb talán a futóműve, és ezzel gyorsabban lehet menni. A hegyi pályán N2 abszolút időt mentünk, növelni tudtuk előnyünket. Igaz, hittük, hogy a vízen nem tudunk jól menni, hisz ott nincs nagy tapasztalatunk. Most már egyre több van. Az utána lévő két gyorsan nem tudjuk az eredményeinket, de aki előttünk volt N2-be, Zelenk Zsolték 3 másodperccel, ők az utolsón kaptak 14-et, úgyhogy szerintem előrébb vagyunk, úgyhogy most gondolom vezetjük az N2-t, de remélem, hogy itt megtudjuk, hogy hogy állunk. A második helyet kell megtartanunk. Ha itt most így beérünk, akkor úgy néz ki, hogy bebiztosítjuk a második helyünket az Ignis kupába, és N2-be is közelebb kerülünk a második helyhez, paplevivel nagy mes lesz szerintem Zemplénbe. Jobb három tempó kintről, és a jobban maradsz abból bal 222 plusz. Ez pluszos, befér. És 30 kis fék, jobb három tempó plusz kintről, jobban maradsz majd. Tehát jobb három tempó kintről, jobban maradsz abból bal 3 plusz. Nagyváradi Zsolt már fél lábbal a bajnoki dobogó tetején állt, de ő sem szeret előre inni a medvebőrére. Még nem vagyunk bajnokok, van 10 pont előnyünk. Most igazándiból a Levent erőt kellene végeznünk ezen a versenyen, és akkor meg lenne ez a bajnokság. Az első kedvez nekünk, úgy gondolom. A mai első két gyorson jobban jött le, mint mi, viszont a harmadikon mi voltunk ügyesebbek, fekszik ez a kis sár. Megmaradt a reggeli előnyünk a 11 másodperc, ugyanúgy állom, mint a reggel. Lacika ugyanezt mondta, hogy lehet, hogy a szűkeken jobbak a Suzuki-k. Minek köszönhető ez szerinted? Én azt hiszem, hogy fordulékony, és az orrán fordul az autó, és a hátulja pedig úszik utána. Én talán szerintem ennyi az egész, és talán fordulékonyabb, mint a nehezebb testű Hondák. Kedvedik a bal négynek, 50. Bal három soros, utána 50, jobb három hosszú. 150. 150, minden jobb négy soros. 100. Jobb három tempó, utána 150, bal három.
Szabó Bence az Ignis kupában a harmadik helyen állt, de még mindig nem tudta feledni az előző napi farakásos akciót. Sima jobb, 50, sima jobb levág és sima bal levág, ez a sima jobb levág, és sima bal levág, és sima jobb megint levág, és 50, sima bal a farakásos, nyújtott, sima bal nyújtott, és 20-ra sima jobb, ez nyújtott. Próbálj gázt adni. Nyomd. Oké, meg vagyunk. Talán egybe maradt az autó. Navigátorom az így ült. Úristen! Majdnem elsírtam magát. Milyen színű volt a fejed, mikor kijöttünk a beírónál? Nem tudom. Hófehér. Komoly volt. Ilyen 70 helynél a szűkön, ott farakás után ilyen 5. környékén, ilyen 160 felé. Levágtam egy ilyen sima balt, és így a bukkan, ilyen bukkanós volt a levág, és úgy eldobott, hogy egy ilyen 30 métert így berepültünk a szántásba. Szerencsére nem tört össze az autó, a futómű elment, így a hátsó híd, a gátló eltört, tengelycsonk, ilyenek megcsinálták valamennyire, azt így próbálunk küzdeni, tartani a harmadik helyet. De... mondható, az szárazabbik pálya az izgalmasabb volt, mint a víz? Az egy kicsit izgalmasabb volt, az nagyon komoly volt. Ott van valami, akkor még mindig keresnek szerintem minket. De jól megúsztuk. Varga Attila negyedik helyét a szombati rossz gumiválasztásnak köszönhette. Vizes gumival indultunk neki, és csúszott folyamatosan az egész, tehát igazából nem tudtunk vele rendesen tempót menni. Utána a második körre felraktunk száraz gumit, az már jobb döntésnek bizonyult. Egy jó gyorsaságit mentünk 70 helyen, ott mentünk egy viszonylag normális időt. Viszont a következő a hosszú 28 kilométeresen Orfű után neki mentünk a szalagkorlátnak, és első hátsó futónk eléggé oda lett. Ez az utolsó körbe volt, igen, ott kaptunk körülbelül olyan 1 percet, éppen csak le tudtunk jönni a gyorsaságiról, utána kicseréltük a hátsó futóművet, első lengőkarokat, irányítókarokat, elég jól megsemmisült minden. Ma meg végül is bejött ez a vizes gumi kérdés, itt szerintem mentünk egy normálisat igazából, nem nagyon kell kapkodnunk igazából. Kettőszáz, sima jobb tő, dob, nagyon figyelünk innen. Sima jobb tő, dob, azon 50, sima jobb tő. Sima jobb tő, 50, sima bal tő, dob a végén, kurva, azon 100, sima jobb, sima bal. Sima jobbon, 100. Fischer Dániel most először versenyzett a pécsi pályákon, és az ismerkedés jól sikerült. De nagyon jó volt, iszonyatosan lehetett élvezni lefele, kicsit féltem ettől a sodros részektől, de megszoktuk. Hát voltak kisebb, apró kis gondok, de hát megyünk. Nekem végül is ez az eső most nagyon tetszett, csak a tempós részeken izgi ezzel a kocsival. De jó, tényleg, most már lehet gyakorolni. Milyen kaland volt? Hát ilyen visszafordítókat, azt próbáltam ilyen régi stílusban, de hát nem, szóval nem úgy kéne. És most próbálok átszokni, de hát mindig egy kicsit túlfordul, vagy kevés, vagy szóval még gyakorolni kell ezt is. Gyarmati Ariel az Ignis kupában akár a harmadik helyen is állhatott volna, ha nem érkeznek túl korán egy beíróba. 28-as végén egy ilyen hosszú jobbos kanyarba. Az ott kalandos volt, de megúsztuk szerencsére. Célkanyar előtt van ez? Előtte kettővel azt hiszem, hogy Murvás felhordás van a közepén elején, és hát ott elúszott a hátulja az autónak. Egy ilyen 120 körül az autónak a hátulja előre volt, mint az eleje, de aztán sikerült összeszedni szerencsére. A vasárnapi második körben ketten is kiestek az élmezőnyből. A 8. gyorsaságén Michna Otto turbója ment tönkre. A 10. szakaszon Hide Krisztián a szűk pályán képtelen volt a defektes kocsit úton tartani. Valóban Pékő pár negyedik a talán nagyon szűken. És meg a jobb kettő, ez tempó, nagyon szűken. 100-ra, sima, bal, tempó, 100 a balon emel, figyelsz, rút, bukkan, sima jobb, tempó, nagyon szűken, bukkan, sima jobb, 50, bal 22, 5. dob, bukkan, dob, nagyon szűken, figyelj, és ebből van egy sima jobb,
Abból még egy sima jobb hosszú. Jonszal való nagy fék jobb 33 harmadikkal. Hallom. Áramtalanics. Defekt, Titi. Hallottam. Nem fogott a fék, hallod? Hallom. Arra te felé tudsz. Jó, hát ez ennyi volt. Hallod. Üsd meg az ajtót. Nem tudom megütni, mert... Munkában az egyszemélyes hírszerző brigád. Janika gumiának típusát csak közvetlen közelről lehetett megállapítani. Ez bizony vágott slick, nem intermédia. Ikyabb Tóth János ezekkel a gumikkal tudott a felszáradó két pályán gyorsítani. De az utolsó gyorsasági még mindig nagyon sáros volt. Az előny elúszott. Nem igazán tudtam most olyan jól alkalmazkodni a körülményekhez, mint a két miskolci vagány is. Hát alapvetően nagyon, ők nagyon gyorsak esőben. Én sajnos nem tudok olyan gyorsan menni. Hát most így állunk, van még egy 3,5 kilométeres gyorsasági, hát ezt fog dönteni. Próbálok még egy kicsit jobban menni helyenként, ahol úgy érzem, hogy voltak tartalékok, vagy nem autóztam ki maximumot, ott próbálok majd egy kicsit gyorsabban menni. Gumiválasztás erre az utolsó speciálra? Szerintem fogunk változtatni erre az utolsó speciálra, megpróbálunk egy másik gumit. Mondjuk elég nagy benne a rizigó, mert ezt még sose próbáltuk, de hát ha bejön. Jobban maradt, és Bolnégy nagyon fékes, hosszú elejét középen veszed. Tehát Bolnégy nagy fék, hosszú elejét középen. Majd 80, a 80 sima bal hosszú balon, és jobb 5. pluszos, majd 50-re sima jobb, majd 30 jobb 5. fékes benne féktáv, 50 jobb 4. fékes hosszú. Este vártad, hogy leessen az eső? Ja, nézegettem, de már mikor lefeküdtem, akkor már szakadt, úgyhogy örültem valamennyire. Hogy érzed, Szentkuton van még benned? Nem tudom, majd megváltom. Nekem jó a második hely is. Nem, most nem arra törekedtünk, hogy megverjük a Janit, tényleg átjöttünk egy pontosat az utolsó gyorsaságén, és ilyen sokat tudtunk hozni. Tomi, milyen gumival mész a következő körre? Hát ezt még én sem tudom, most elég nagy döntés előtt állunk, úgyhogy majd kiderül, nem tudom mi. De valószínű, hogy intermédiával. Attól függ, hogy esik, nem esik, mert az előbb pont ezen a gyorson, ami most az utolsó lesz, ezen a Jani adott egy másodpercet. Miközben Spitzmüller próbálta a megbolondult aktív hajtását kijavítani, még a joystick is elromlott. Nagyon rettegtünk attól, egyáltalán tovább tudunk-e menni. Az egyik részét, a váltó részét meg tudták oldani, de a differenciálművek folyamatosan kapcsolgatnak egész verseny alatt. Úgyhogy reggel megpróbáltuk az első szakaszt egy picit meghúzni, akkor úgy gondoltuk, hogy erősítsünk. Bár nagyon nagy volt a hátrányunk, én mondtam, hogy ezt nem lehet ledolgozni két ilyen nagyon komoly pilótával szemben. Azt úgy döntöttük, hogy maradjunk és legyünk ott a nyakukon, de a következő gyorsan az egyik kanyarba megpördültünk, egy ötödikes kanyarba megpördültünk, és akkor mondtuk, hogy ezt most fejezzük, mert tényleg megtrifál a diffi még vagy kétszer, és akkor vége a versenyünknek, és nulla ponttal mehetünk haza. Hát akkor maradtatok a stabil harmadik helyen, és ez a cél, hogy bejön. Igen, onnantól tényleg, mert abszolút a programban vegyünk, diszkó program, tehát csak kézizgetünk a nézőknek. Sár van a paretben, jobb 122. Vége szigorú, vége fékes. 25, fékesből jobb 23, közepétől sáros, vége szigorú. Bal 23, eleje jobb pont, vége szigorú, vége tő, és sáros. A hideg Botka párharcban végül Botka maradt csak állva. A küzdelem díjaként megnyerte az A8-as kategóriát, és a géposztály éves versenyében átvette a vezetést. 6 gyorsaságiból eddig 5-öt én nyertem, és ilyen 1-2 tizedeket tudtunk egymásnak adni. Nehéz volt ez a nap, de szerintem az, hogy inkább én választottam jól gumit, és ő nem, mert arra az utolsó gyorsasága nagyon sáros volt mostanára, és szerintem ő azért dobta, mert valahol elcsúszott, utána meg hajtotta magát is azért esetben. Hogy érezted a mai napon magad? Hát nekem nagyon tetszett, a tegnapi nap is, meg a mai nap is, úgyhogy a legjobb verseny volt, amit eddig csináltam, mert tényleg gond nélkül megyünk az autóval, úgyhogy egy semmi, még defektünk se volt, semmi nem volt, úgyhogy nagyon-nagyon jó a kocsink. Akárcsak egy szép, romantikus film, a Citroën románc is happy enddel végződött. Bútor Robert és a csinos C2-es az esőben végül mégiscsak egymásra találtak. Nagyon féltem a víztől, de most boldog vagyok, hogy leesett az eső.
maximálisan jó lett a beállítás, úgyhogy kisebb próbáltuk, tehát teljesen a franciákra bíztam mindent, és azt hiszem, hogy 100%-osan eltalálták. Már az első gyorságin éreztem, hogy nagyon jó vele menni, nagyon jó időket tudunk menni, meglepően jókat, és nagyon élvezem is a versenyzést. Attól függetlenül, hogy retkesek a pályák borzalmasan, nagyon élvezem, megmondom őszintén. Egy-két részen tolólapos traktorként üzemeltünk, de nem éreztem volna, hogy ez hátráltatott. Nagyon jó átment a sarakon, húzkáltunk egy kicsit keresztbe, legalább olyan hátsó kerekes érzésem volt benne néha. Abszolút nem zavart, nagyon élveztem. Még probléma megoldódott teljesen? Így esőbe mondták, hogy nem fog elmelegedni a fék. A páratartalom és az eső hűti a víz a féktárcsát. Sokkal kevesebb a fék probléma, és sokkal kevesebbet balozok is, tehát kezdünk összeszokni. Szigorú hű. És bal egy hűből jobb 11 sarastő, jobb 11 sarastő, utána 100, 100 vége, jobb 2, vizestő, és jobb egy saras hű, utána 50, bal egy, dobált tempó. Bútor Robert megnyerte a Super 1600-as kategória versenyét, és Vizin László sem bánta meg, hogy végigharcolta a két napot. Az abszolút hatodik helyen értékes pontokat sikerült szereznie. Ahhoz képest, hogy tegnap ki akartam állni az első gyors után, meg vagyunk elégedve ezzel a hatodik helyen. Mennyire tartott az esőtől? Igazán, megmondom őszintén, nem féltem annyira az esőtől. Sajnos a gumink régi volt egy kicsit, tehát egy két éves gumi van rajta, és ez már nem tapadta annyira jól. Most, hogy egy picit már szárazabb a pálya, nem annyira vizes, mint az első kör, most már jobb volt. Vizim mögött Kakuszi és Keller egymást űzték, hajszolták előre. Na milyen volt Zsolti? Jó. Nagyon csúsztak a pályák így a utolsó körre, nagyon sok ilyen sárfelhordás volt. Azért még nyomtunk neki, mert tényleg pár másodpercről vagyunk csak a második helyen, úgyhogy a Kellerék jönnek utánunk, de hál' Istennek azért bírtuk tartani, úgyhogy maradt 10 másodperc különbség így a végére. Az utolsó gyors ez nem volt egy ilyen túl jó minőségű, nagyon sok sárfelhordás volt ilyen tempós kanyarokban és egyikben. Meg is csúsztunk elég rendesen, vagy egy ilyen 100 méter biztos mentünk így lapjával, úgyhogy csak a füvet láttam előre, annyira elcsúsztunk, de utána kiegyenesedett. Oké, enged király! Oké, és bal! Úton emel, itt 100, a sima bal, sima jobb, 50, jobb, 2, levág, Farakásnál, nagyon szigorú! Nagyon szigorú, Farakásnál, nagyon rossz! Nagyon rossz! Oké, nagyon szép, és sima jobb bukkan, és bal 2, lejtőben levág, vigyázzál rá! Bal 2, és bal 2 még egyszer, bal 2 okosan, még vissza, oké, nagyon szép volt. Nem bírtunk utána befordulni abba a egy ilyen derékszög kanyarba, ott elmentük egyenesen, húztunk egy kéziféket, és akkor visszafordultunk, azt úgy mentünk, de így is csak 2 tizedet kaptunk a Kelleréktől. Egyes, oké, semmi baj, bal 4. Az időkkel végül is elégedett lehetek, csak az ellenfeleink nagyon jók. Végtelenül csalódott vagyok, mert itthon jobban szerettem volna menni, de nem szégyellem magam, mivel jó ellenfelek vannak előttem. Azt nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk itt elintézni a bajnokság sorsát. Ha így maradunk, akkor Tokajban ugyanígy szorosan a Kakuszi mögött kell, hogy végezzünk. Pető végül a kieséseknek is köszönhetően az A8 második helyén ért célba. A nyárás völgyi pályán még a VRC pilóták is elképedtek a teljesítményén. A második jósról nem is akarok beszélni, mert úgy mentem, mintha háttal ültem volna a kormánynál. Aztán hát a harmadik gyors az már tetszett, mert ott otthon érzem magam, és hát így egyre jobbak lettek az eredményeim. Most is állítottunk rajta az előző szerviznél a szárnyon, és kicsit bepuhítottuk az elejét, és úgy néz ki, hogy ez elég optimális beállításnak tűnt, mert mentünk egy abszolút harmadik időt. Pető mögött az abszolút 10. helyen Szabó Gergő érkezett, az N csoport elsőjeként. A kategória küzdelmekről szóló részletes beszámolót a Rally Mágia következő adásában láthatják nézőink. Az utolsó pályára maradt a nagy kérdés. Ki tud a 3 kilométeres gyorsaságén jobban összpontosítani? Janika vagy Túri? Az utolsó gyorsaságén végül Túri felé billent a mérleg nyelve.
Talán részben azért is, mert az ifja Tóth János által feltett ismeretlen gumi nem vált be a hegyi pályán. Így 5 másodperces előnye birtokában elsőként Túri Tamás húzhatta ki az Ajib közönségjátékának győztesét a célban. Majd sorra jöttek a dobogósok, a kategória győztesek. A pezsgős locsolásra végül így is mindenki ünnepelhetett valamit. Spitzmüller ugyancsak 3 pontos előnyel, de átvette a vezetést a bajnokságban. Ifja Tóth János 4 befejezett verseny alatt behozta lemaradását az elsőségért folyó harcban. Túri Tamás pedig még mindig esélyes maradt, hogy megtartsa a bajnoki címet az utolsó zemplémi futamon. Bahor Bea pedig a locsoló verseny győztese lett. Jó taktikai érzékkel a fotózásig tartogatta az édes nedűt, és nőies bájjal törlesztett a pályán elszenvedett vereségért. Most lássuk, hogyan alakultak az Ajib országos rali bajnokság 7. futamán a kategóriák küzdelmei. Az N csoport bajnoki címéhez legközelebb álló Szabó Gergőnek jól indult a pécsi verseny. Megbeszéltük reggel, hogy egy határozott, de biztonságos autókímélős tempót menjünk. A terv szerint történt az első gyorsasági. Pár másodperce vezetünk a Matics Visiék előtt, úgyhogy hát megyünk. Leszálltam a bal lábammal a fékről, és a hosszú gyorsaságon sem volt gondunk, tehát nem melegedett el a fékünk. A gumi problémánk nekünk is volt, azt mondhatom, amennyiben ez probléma. Ez az autó nagyon tolja az elejét, azt hiszem erre mindenki panaszkodik, ezt hallhattátok. Meg kell szokni, sajnos ez ilyen. Tolatjuk mindenhol az elejét. Nem egy szép vagy látványos dolog, de a lehetőségekhez képest tudunk azért vele haladni. Matics 4 gyorsasági után 14 másodperc állt az N csoport második helyén. Most kipróbáltam egy új fékbetétet, mert ugye azt a versenyen kell kipróbálni, ami nem vált be, másik körre kicseréltük, így most jobb lett, támadunk. Mennyit tudtatok javulni az elsőhöz képest? Az egyes gyorsan ott, most meg nem mondom, azt hiszem 5 másodpercet, a másodikon 2. Magyar Miklós már nem lehetett annyira nyugodt. A harmadik helyen túl nagy volt a lemaradásuk Szabó Gergőtől. Próbálok vigyázni a defektre, mert gondoltam, hogyha kapunk egy defektet a 28 km-esen, akkor igazából végig is nézhetjük onnan a versenyt. Úgyhogy azok sikerültek, tehát tényleg vigyáztunk mindenre szerintem. Egyedül az időnkkel azzal nem nagyon vagyok elégedett, amit még nem tudom, hogy hol kapunk ennyit. Bár a harmadik az szerintem nem rossz hely. Láttad, hogy az operatőrt majdnem elütötted remeteréten? Ti voltatok azok? Láttam. Láttam, vagy nem láttad? Láttad, vagy nem láttad? Azt láttam, hogy ott állt egy kamerás ember, 2. De nem direkt volt, csak gondoltam, hogy jó lesz a következő kanyar. Ha már 4 gyorsaságin keresztül az autó a 4. helyig cipelte, Gerencsér Titi is kíméletesen bánt a betegeskedő Mitsubishivel. Ennyire jó az ásványvíz? Jobb, mint a benzin? Nem, hanem a turbót szerintem csak egy csavar fogja. És hát most jön a szerviz, nem akarjuk, hogy meleg legyen. Ezért tologatjuk, ameddig csak lehet. Mikor jött elő ez a hiba? Ez a 2 gyorsaságival előbb, utána meghúztuk, aztán most megint leesett. Úgyhogy most ez ilyen javítás. De első kör hogy sikerült? Én szerintem jól sikerült. Aránylag húzósan sikerült végigjönni, nem hibáztunk. Hát a többiekkel nagyjából egyforma időket jöttünk. Az N-csoportos Mitsubishik között felbukkantak az A8-as kategória középmezőnyébe szorult autói. Kaptunk az első gyors egy harmadába egy defektet, és úgy döntöttünk benne az autóban, hogy megállunk és kicseréljük. Nagyon sok volt még hátra, és úgy gondoltuk, hogy kárt is okozott van az autó, és nagyon sokat bent hagytunk volna, úgyhogy kicseréltük. Hát utána is volt problémánk, a harmadik gyorsan szintén kaptunk egy defektet, de emiatt viszont be is estünk az ára, és az autó hátulja megsérült egy picit. Szerencsénk volt, hogy újra tudtuk indítani, és kijött az árakból az autó, ott is egy defektet kellett cserélnünk, úgyhogy emiatt eléggé hátul vagyunk. Én úgy gondolom, egy lassú defekt volt, ami ott adta ki magát abban a kanyarban, hogy nem támasztott már meg egy balos kanyarba jobb hátulja. Nem vezetőhiba, nem tudjuk, hogy hol úgy jöttük oda.
11 vége, kienged, 30 a jobbon, és bal 23. 30 a jobbon, és megy a bal 23, vége szorosan. Szorosan, majd jobb 2, majd jobb 2, vége kienged, majd 50, jobb 2, vége kienged, majd 50, 50 végén sima jobb után bal 1 pluszos, bukkan 80, bal 1 pluszos, bukkan 80, és megyünk a lassítóhoz jobbról. Zambelli György leginkább az ismeretlen pályáktól tartott szombaton. Nagyon féltünk, még nem jártunk Pécsen, féltem, hogy leesik az eső, mert a vizet nem szeretem. Mitsubishivel nem mentünk még vízen, meg Pécsen sem, meg szóval úgy tartottam az egésztől, de nagyon jól sikerült ahhoz képest. Technikánkkal van annyi bajunk, hogy az olaj folyik a motorból, és az úgy szóródik a jobb oldalán, aljára, hátuljára, kocsi hátulja is olajköttyös, de stagnált ez az olajfolyás, tehát nem lett erősebb. Reméljük, kibírja a versenyt. Kostyánszkijék az utolsó tesztem végre rátaláltak a Subaru hibájára. Az intercooler indokolatlanul túlmelegedett. A hibát sikerült kijavítani, így most már erősebb autóval sikerült rajthoz állni. Még motorerőben is még lehet rajta húzni, meg hát persze még nekem is még van mit tanulni, de azért most már is kezdek jobban visszatérni régi önmagamhoz. Hajtás? Ugye panaszkodtatok egész évben a futóműre, hogy nem lehet rendbe tenni. A futóm már nagyon jó, tehát az már rendben van, a hajtást is rendeltük, mert készült hozzá elektronika, mert tudunk jól szabályozni. Szétszettük apró miszlikre ezt az elektronikát, és jól megismerhető. Úgyhogy az már jó, meg most meg is szoktam ezt az kicsit hátrahajtó típust. De sokkal gyorsabb szeretnék még lenni, mert nagyon unom itt hátul. És nagyon kintről a jobb 6, és a táblánál ráhúzott, nagyon kintről. Jobb 6 táblánál ráhúzott. És már húzott, tudod, és bal 3 kienged. Ez a is nem célú, bal 3 kienged. A sima jobb, jobb 2, a jobbon megyünk, és bal 5 középen. Tehát jobbon megyünk, és bal 5 középen. Majd 20, jobb 5, és a végét ráhúzott, végét húzod rá, majd kiengeded, mert 50 a balon megyünk. Megyünk, és 50 a balon, és jobb 5, és 10 bal 5. Bújdos Miklós a lelkes nézői segítség ellenére is folytatni tudta még a versenyt. Második körben az első gyorsan beestünk az árokba, és hát nagyon nehezen jöttünk ki belőle. Becsúsztunk az egyik árból a másikba, és ott pedig a nézők segítségével tudtunk csak kijönni, csak ők meg beleirányítottak minket egy még nagyobb árokba, úgyhogy ez egy elég kalandos dolog volt. Igen, reméljük összerakjuk a kipufogót, kicsit helyre pofozzuk az autót, és megyünk tovább. Az N csoport 6. helyén Hideg János hajtotta a Mitsubishit. Egy garnitúra új gumi, jól jött volna, de ha nincs, hát nincs. Mondhatom, nagyon jó állnánk, hogyha nem lett volna a féltengely törésünk, de hát sajnos volt. De hát az a sport ilyen, hogy mindig van valami. Hol történt a féltengelycsere? Mert törés? A rajtban, 28 km-esnek a rajtjában, úgyhogy úgy kellett megcsinálni 28 km féltengelytöréssel. Egyáltalán nem is bántottam a kocsit. Én ki is akartam állni hirtelen, de rábeszéltek, hogy menjünk hátra, kibírja. Kibírta, kicserélték az úton, nagyon két nagyon jó gyorsaságot mentünk, úgyhogy meg vagyunk elégedve magunkkal is. Isten igazából, még ha kellene menni, egy új gumi azért bekockáztatnák egyet, de most már úgy látom, vagy hát ugye nincs több, holnap meg nem lesz, ugye? Nem lesz, így most kimaradott a kockáztatás. Hideg János így aztán más módon próbálta fokozott adrenalin termelése ösztönözni saját és navigátora szervezetét. Érsz el a jobb kettőbe! Ott a bal 3! És az elágban jobb 3! Figyelj! Jön a lassító a jobb kettő után! Itt a lassító a jobb kettő után. Misi, mi a baj? Óriási problémáink vannak már reggel óta, rögtön az első gyorsnak a rajtjában már tönkrement a turbónk, és kénytelenek voltunk átkillódni a kettő gyorsasági szakasz, nagyon sokat kaptunk. Utána azt ki tudtuk cserélni a service parkba, nagyon jó lett az autó, a harmadik gyorsasági szakaszt nyertük is, tényleg
tökéletes volt minden, és ez a negyediken, ezen a 28 kilométeresen ismételten lett egy műszaki problémánk, kicsúszott a féltengelyünk az osztóműből, hátsó kerékhajtás, meg az osztóműnk teljesen tönkre ment, most sebességben van és nem halad a gép. És hát most kicseréljük a jobboldali féltengelyt, az osztóművet, aztán meglátjuk, megnézzük egyelőre az időeredményt, hogy érdemes egyáltalán foglalkozni a dologgal, én mindenféleképpen szeretnék tovább menni, de nem minden áron. Utána 200-ra sima jobb, 200 sima jobb, és utána 50-re bal kettő hosszú-hosszú, ötödikes elvileg. Kicsit jobban érkezünk, mint az előbb. 50, jobb 23 későn 5 minusszal, jobb 23 későn 5 minusszal az 50 vége. Jobb 23 későn 5 minusszal, és utána 50-re bal kettő ötödikes, bal kettő ötödikes, jobb 3 negyedikes, jobb 3 negyedikes, negyedikes. Bal kettő ötödikes utána. Hodulán kívül több N-csoportos pilóta is pórul járt a szombati hosszú pályákon. Lejöttünk jó reményekkel, megérkeztünk ide Pécsre, de sajnos az első gyors harmadik kilométerénél kellett keserednem, hiszen a jobb első féltengelyem eltört. Úgy érzem, hogy az autó megsértődött erre a Subarus történetre, és így folyamatosan aláz minket most. Nem baj, valószínűleg megérdemeljük. Amíg második gyorsra átértünk, ott sikerült nekem hibáznom, hiszen csak hátsó kerék hajtásom volt, és az is csak néha hajtott, és egy ilyen jobb négyes kanyarba beestünk egy árokba, onnan nagyon nehezen szedtek ki a nézők, hiszen 11 perc alatt sikerült, de köszönöm neki, hogy egyáltalán ki tudtak szedni, és most itt lehetünk. Nem tudom, most gorulunk, úgy érzem, hogy egy-két pontot azért meg tudunk csípni, majd meglátjuk, mi lesz a következő. Tóth Tibor megdöbbenve vette észre, hogy a váltó nélküle is képes önmagát kapcsolgatni. Magunkhoz képest jó időket autóztunk szerintem. Igaz, hogy a váltónk az rakoncátlankot a negyediket állandóan kidobja, sőt van, amikor a negyedikbe a harmadikba visszateszi magától, nem is kell hozzányúlnom. Meg most az utolsón kaptunk egy defektet, 4 percet ott hagytunk. De egyébként a kategória harmadik, ötödik időket autóztuk, az szerintem rendben lett volna. Mennyiben változott meg a pályának a minőség az első körhöz képest? Hát sokkal több a felhordás, sőt van olyan a torfűnek a végén, ahol gyakorlatilag nem is az úton megyünk, hanem az út mellett, mert hogyha az úton mennénk, biztos, hogy teljesünk az árok, úgy Krisztián, Botka Krisztián úgy járni, ami is. 25 jobb, 1, Csuvás, 50, észel, jobb kettő kezd kívülről, nagyon Csuvás, 25 fő, sima jobb, 50 fő, sima bal, áttól ésszel, 50 fő, végig dobás szar, jobb egy nagy tő, áttól, Csuvás, 25 bukkan, bal egy nagy tő, Csuvás, sima bal. Az N3-as kategóriában Hadik András már az első napon jelentős előnyre tett szert. Nem tudtuk hirtelen reggel, hogy milyen gumit rakjunk fel. Aztán úgy döntöttünk, hogy ilyen vágott hetes, megvágtuk a heteseket, így kivágtuk, hogy esetleg lenne valami nedvesség, akkor kivezesse a vizet. És igazából úgy indultunk el, hogy ebből raktam be két pótkereket, két ilyet raktam fel hátra, előre viszont kemény keverékű gumikat raktam fel, mert a sötös pirelliket, és szerintem ez bejött, mert ezen a 30 km-es hosszú gyorsan a végére sem emelkedett el a gumim, és szerintem jó volt a gumi választásom. Hadikot követte fej mellett Menya és Holzer. Nincs perem, nagyon sokat csúszkálunk, hátulra csak szliggumit tudtam felrakni megvágva, és itt a 77 gyorsan egy kicsit kibabrált velem. Egyébként az autó jól működik, semmi gondunk nincs vele, megpróbáljuk ezt a dolgot tartani, a második helyet küzdünk vadul. És a sper hiánya tényleg nagyon, tehát nagyon kijön, egyfolytában differál az autó, tehát csak forog a kerék. Nehezen bírunk vele. Volt egy-két meleg helyzet, de azt gondolom, hogy föl sehol nem úszott. Bőven ma határon belül autózunk. Vigyázok a Zsolti Clio-jára, állítólag nagyon-nagyon szereti. Ugye megjárt a VV-t az autó, hibátlanul üzemel, tehát nincsen semmi problémánk. Megyünk, elég jókat vívunk a Menyával. Hát a Hadikon is az azért fényévekkel előrébb van, de hát most 70-en sikerült őt is megcsipkedni, csak egy tized volt köztünk. Holnap meglátjuk, hogy mennyit tudunk gyorsulni. Nem vagyok elégedett a harmadik helyjel, és szeretnénk fölállni a dobogó legfelső fokára, úgyhogy támadunk.
A népes kategóriában Besenyei Zoltán az előkelő 5. helyen várta a vasárnapot és a hegyi pályát. Fiúk rendbeszedik az autót, mert van rajta lengőkart cserétől kezdve fékcsődúranás, meg minden egyéb. Most Árpád-tetőn adtam neki olyat, hogy még magam is megbánom, de holnap szeretnék mindenféleképpen a három hegyi pályán sokat adni nekik, bármennyire is rövid az a pálya, de azt úgy érzem, hogy az talán lehet az enyém. Navigátor utazni fog, vagy diktálni? Sokat beszélgetünk erről a Zolival, nem akarom, hogy csöndbe legyen, úgyhogy írtunk egy elég különleges itinert, nem kanyarok vannak fölírva rajta, hanem igazándiból csak ilyen szöveg, hogy mikor mi fog történni, meg a különböző kanyarok elnevezése van, úgyhogy majd szerintem dalolászik énekel, amit gondol, nagyon nem fogok tudni rá ott figyelni, mert ott képbe van, tehát nem kell, hogy navigáljon. Az első két gyorsaságin Ábrahám Zoltán is tartotta a lépést a legjobbakkal, de egy defekt véget vetett a pontszerző reményeknek. Hát a jobb hátsó defektre mentünk 12 kilométert, nagyon nagy csatában voltunk 4-en az elején, hát ez most itt véget vetett a csatának. Még talán pontszerző helyre be tudunk jönni, azért hajtunk másnap. Melyik gyorsaságin kaptad a defektet? Itt a második körben az első gyorsam, és 6. kilométerben, úgyhogy 12-t mentünk defektel. Az A6-ban Gondos Zsolt még a szombaton összeszedett hátrány ledolgozásával volt elfoglalva. Tegnap kimentünk az első gyorsaságira, és egyből az elején eltörött a hosszartó panhard. Két gyorságit úgy mentünk, hogy libegett az egész hátsó híd alatta. Hát, küzdöttünk, izgalmas volt, aztán megcsinálták. Nekem a futómű, vagy én nem vagyok elég jó kondiba hozzá. Borzasztóan ezen tudom befordítani mindenhova az autót, és nem tudok vele pontosan menni, amit a Skodával lehetett. Hát ez van, küzdünk. Elfáradtunk. A vízzel így nincs bajom, mert esőgumi van. Most már nézőknek kicsit többet megyünk keresztbe, de szeretik, élvezik. Nekem csak slickem van, illetve esőgumi, nekem nincs intermédiám, illetve TA0. Ebből a kettőből választottuk, én úgy gondoltam, hogy esőgumival megyek ki, mert ugye a slick ugye az bátor dolog lenne. Nagyon sok helyen, főleg lenn nyárásvölgyi részen, tiszta sár úgy föl van kemve. Olyan tövek vannak, hogy ma záróba kell menni, hogy az ember úton tudjon maradni. Érdekes. Visszafordulunk a háromszögben. Jobb 5, bal 2, és 300. Bal 5. Mi az Isten ez? Semmi. Oké. Okay. Megvan. 30, jobb 3, nyújt. Bal 2. 100. Jobb 3 és belül, gumi. A kategóriában Janzer 33 másodperces előnnyel kezdte a napot, de a második gyorsaságin túlcsúsztak egy kanyarba. A Orfűn a tó mellett van egy ilyen bal 5, és az a baj, hogy bal lábbal fékezek, és letapadta, vagyis hogy leblokkolt a kerék, és megcsúszott. És lefulladt a motor, és ott egy picit ott hagytunk, végül is így tettek. Elég sarasak a pályák, főleg az utolsó. Hát mindegy, megyünk. Nem is tudjuk, hogy a többiek miket mentek, mert most előre megyünk. Sietni fogunk, azért igyekszünk megtartani az előnyünket. Vasárnap Janzer és Dr. Varga helyet cseréltek a kategória élén. Én nagyon szeretem, úgy tűnik az esőt. Eddig nem tudtam. Nem mentem még soha elsőbe. Első kerekes autóval meg most ezen a versenyen először. Jó érzés, nagyon jó indulat az autó. Második helyen kezdtétek a napot. Hogy álltok? Tudtatok javulni? Igen, most a legnagyobb megdöbbenésemre abszolút 19. időt mentünk ezen a nyárásföldön, vagy hogy hívják, és így átvettük a vezetés szerencsére. Jó érzéssel, nagyon lazán, ennyit tudok autózni. Nem nagy képviselők, hogy még van benne 1000, én csak akkor tudok autózni, hobbi autós vagyok, nem vagyok rally versenyző. Akkor tudok jót autózni, hogyha laza vagyok, megpróbálok laza maradni, aztán lesz ami. Vargának aztán sikerült teljesen ellazulni a nap hátralévő részében, mert saját magát is meglepve elsőként ért célba. És jobb 11 dobál a sunyi kanyar, jobb 11 dobál, bal egy tempóból, bal hosszú, defekt. Hol? Szerintem a jobb eleje. Bal egy tempóból, bal hosszú, és 200, vagy csak sár ment bele. Bal hosszú és 200-ról lassító jobbról. Nem, jobb első defekt, 100%. Lassú? Igen. Már leengedett. Jó. Bal egy tempó, jobb egy tempó. A nyárásvölgyin, ott kaptunk a közepén egy defektet, úgyhogy nagyon nagy hátrányba kerültünk. A Dokitól kaptunk 40 másodpercet, a Gyuriéktól pedig 9 másodpercet, úgyhogy most
38 másodperc a Gyuréknek az előnyük. Talán még a Máladok, itt már nem hiszem, hogy meg tudjuk fogni, mert nagyon jól megy. A Gyuriékat, ha még így van az idő, akkor kis eséllyel, de szerintem meg lesz. Én megpróbálok mindent. Mondsz, hát én eddig is, vagyis ugyanúgy a saját tempómat, de nagyon gyorsan mentünk, majdnem be is estem, csak ez a defekt, ez nagyon nem kijött most jó. Balázs végül a cél előtt beérte Janzert, és a második helyezéssel együtt a bajnoki címet is megszerezte. Az A7-ben Tárnok Tamás kiesése után Rádli József szerezte meg a 10 pontot. A második helyen Ritka Gábor ért célba. Már nagyon rég mentünk esőbe ezzel az autóval, egyáltalán nem, és ugye és nagyon jó esőgumink van, úgyhogy tetszett, mondjuk a 70 helyi gyors, az nagyon-nagyon sarasott. Ott nagyon-nagyon vigyáztunk. Hol volt kaland? Hát tulajdonképpen sehol nem volt kaland. Mentünk szépen, nyugodtan. Egyelőre úgy néz ki, hogy másodikak vagyunk, első nagyon messze van tőlünk, úgyhogy nincs nagyon értelme sietni. Azt mondjátok, hogy nagyon szappanos, mert nyáras, hogy kellett improvizálnod? Hát igen, mert elég, tehát a nyom az annyira saras, hogy tulajdonképpen már sehol nincsen nyom, és ugye ide-oda dobál az autó, amikor beleérkezünk, úgyhogy hát egy pár ellenkormányozás azért volt, de hát különösebb gond nem volt. Én már egyik pályavizel. Nagyon jó, hát én ugye régen mentem hegyen, azt nagyon-nagyon szeretem, tehát azzal nincsen gond. Kell diktálni a navigátornak, hogy fejbe van azért? Hát azért diktálja, hát mégiscsak azért ül itt mellettem. Hogy írod fel a hegyi pályát, hiszen te hegyen versenyeztél? Csak apró információkat írsz, vagy teljesen ugyanúgy, mint egy speciál szakasz? Nem, tulajdonképpen csak a méterek meg a kanyar erősségi foka, tehát semmi különleges információ nincs, hogy honnan kéne kezdeni, hova engedett ki, tehát ilyen információ nincsen, csak a méterek és a kanyar erősségi fokát írjuk fel. A többi az fejbe van, igen. Kicsit más stílusban megyünk, mint a pályautóval, ugye, mert az sokkal alacsonyabb, úgyhogy ez kicsit így rallisabb. Tehát azért ott sokkal pontosabban kéne menni. Igazából csak sokkal pontosabban kell menni, meg tulajdonképpen ahogy odaérünk, és ahogy sikerül. Közel a célhoz Svéhli József már nem látta értelmét a kockázatvállalásnak. Az A5 harmadik helye fél éves kihagyás után jó eredménynek számít. Ebben az egészben van némi szerencse is, mert tehát azért voltak, akik kiestek a riválisok közül. Próbáltunk egy azonos tempót autózni, és hát ha nem is kiválásos, azért úgy siettünk is. Tehát amit tudtunk, hát egy fél évet kihagytunk, és hát amíg bemelegedtünk, az arra ráment az első körnek a nagy része, úgyhogy azt utána már is stabilan próbáljuk tartani. Ország Zsoltnak csak célba kellett érnie a bajnoki címért. Az első napot még az élen zárta, de vasárnap a váltóból eltűnt a legfontosabb fokozat. Nagyon óvatosan megyünk, mert az a baj, hogy ezeken a sáros csúszósokon a kettes a menekülő. És hát próbálok a harmadikba lassítókat is venni, azért nem olyan egyszerű. Még talán annyi kettes van, hogy a rajtnál föl tudom rakni, de nagyon kell fogni. És annyira kell húzni, hogy görbül a kar. Úgyhogy, de célba érünk mindenképpen, az a cél. Vízen elég nehéz, de megyünk, úgyhogy nekünk most célba kell érni, ha célba érünk, már bajnokok vagyunk. A Suzuki országa bajnoki címet Kis István a futam győzelme szerezte meg Pécsen. Tegnap volt egy defektünk, az miatt buktunk egy 50 másodpercet körülbelül, volt egy fél perc előnyünk előtte. Hát most igyekszünk ezt visszaszerezni. Most ez az első körünk, ez hibátlanul sikerült, elég óvatosan mentünk, mert hát végig kell mennünk. És úgy tűnik most az idők alapján, hogy hoztunk a hátrányból, most már előny van belőle. A szemerkélő esőben nem is olyan könnyű a döntés. Intermédia vagy esőgumi kerüljön a fellépre. Csak esőgumink van, amin meg van vágva esőre. Azt tettük föl. Hát szerintem intermédia előnyesebb lett volna, mert tehát víz nem volt a pályán, csak nedves volt az út. De nagy különbség szerintem nincs köztük. Hát, hogy mennyire esik az eső. Tehát amikor így már szemerkél, akkor már elképzelhet, hogy föl lehetne tenni egy esőgumit, de amikor nagyon esik, akkor mindenképpen föl kell, amikor már így rendesen beáll az eső. Akkor az esőgumival menni mindenképpen. A vasárnap az N csoport vetélkedésében nem hozott nagy változásokat. Az elején azért féltem az esőtől, hogy nem igazán mentem még esőbe, meg vannak elég saras részek, de most ugye az utolsó körre már tudtam nem olyan időket menni, mint a Gergő, meg a Matics, de közelítünk hozzá, ami nekem tetszik. Egy pálya az meg, szerintem az jó nekünk.
Matics próbált a vizes pályákon erősíteni, de csak megközelíteni tudta Szabóékat. Jobb szerettem volna szárazon menni, de azért annyiból jobb volt ez, hogy most így vizen is ki tudtam próbálni az autót. 20 másodperc van közöttetek a Gergővel? Igen, mondjuk most adtunk 10-valamennyit neki, gondolom, ő már nem is sietett. Mi még azért átosontunk ezen a gyorsaságin is. Hát kellett volna még egy pár gyors, meg puhább gumi, mert vágott slickkel mentünk. Ennyire vagy elégedett? Na, elégedett vagyok. Kocsi egybe van, másodikak vagyunk. A Mecsek Rally győztese az N csoportban a Szabó Benics kettős lett. Ezzel az eredményükkel nagyon közel kerültek az évvégi bajnoki címhez. Élveztük ezt a vízen autózást is, növelni tudtunk az előnyünket, amiben most az utolsó szakaszon eladtunk, azt hiszem 11 néhány másodpercet, de egy kicsit se bánom, úgyhogy azt hiszem ezt a szuper speciált már elrontani lehet, csak megnyerni nem kell. A H-csoportban Zsíros Imrének a legelső gyorsaságén bent ragadt a váltója negyedik fokozatban. Megjavították, de akkor meg eltűnt a harmadik fokozat. Cseréltünk egy váltót, most hibátlanul működik az autó, nagyon jó. Csúszunk keresztbe hosszába, úgyhogy megyünk. Vártad az esőt? Nem vártam az esőt, mert én nem szeretek ilyen csúszós utakon menni. Azért Murván se szeretek menni, igazából megmondom. Én a szárazat, amikor tudom, ki tudom számítani az autót, hogy merre megy. Ilyenkor sajnos nem lehet kiszámolni, úgyhogy mindenhol keresztbe megy. És ez a nézőknek jó, de nekünk nem annyira. Osváth Péternek nem kellett nagyon sietnie. Épp csak 2 pontra volt szüksége a H9-es kategória bajnoki címéhez. Azt hittem, hogy nem fognak ennyire jól a gumik, de nagyon jók ezek a vizes gumiaink, úgyhogy elég jókat megyünk most. Elég nagy nyomás van az emberen, hogy célba kellene érni, meg kellene szerezni azt a 2 pontot. Hát ez a technika ördöge mindig bellapulhat a pakliba, tehát bármi lehet. Észre kell menni nagyon. A csoportot végig vezető Varga BMW-je kissé viharvert állapotban érkezett az utolsó szervízpontra. Mentem, mint hogyha vért vittem volna az anyámnak, érted? És kipukkadt a bal első kerekem. És hát így beszoptam egy olyan jó 40-est a saját időmhez képest, az volt az utolsó gyorságin. 25-tel vezettem, tehát végigadtam a lajtainak, és ezen viszont visszakaptam, és most 18-al lővezett, egy gyorsági van hátra, ezt már nem fog tudni behozni, ha végigurulok rajta, akkor szerintem a csoport második hely megvan. Te hiba volt? Nem hibáztam. Lassú defekt volt, tehát éreztem a bányabejáró után, hogy 20 balra, akkor még jöttem ott egy 3-4 kilométert, és utána már éreztem, hogy ütés jön le fel a róla a gumi. Hova lett az alja az autónak? Azt a kerék verte le. Az alját a kerék verte le, tehát nem estem be, nem forogtam meg utána, semmi, leverte a kerék, ennyi. Vasárnap a célban Lajtai Zsolt látszott a legvidámabbnak. 20. Mecsek Rallyán megnyerte a H-csoport versenyét. Az egész felkészülésemet áthatotta ez a dolog. Szóval lehet, hogy egy kicsit szentimentális is vagyok, vagy ilyen beállítottság vagyok, de őrletes öröm. És azt mondom, hogy a fiataloknak azt tudom csak üzenni, hogy ezt meg kell élni, gyerekek. 20 év, és mi mindig itt vagyok, és olyanokat megyünk, mint amilyeneket szoktunk. Tehát nem mondhatom azt, mert nem, hogy visszajövök meg, mert itt vagyok évek óta, ismét folyamatosan. És hát most nyárás vagyok, úgy jöttünk fel, mint az életünkért jöttünk volna, és hát komolyan sikítottam a célba, érted? Olyan időt jöttünk, hogy ingatja szakadt, komolyan. Mondtam is a spannomnak, hogy vissza kéne venni egy kicsit a lendületből, mert hát ott van még egy kör, meg nekem az a célom, hogy célba legyek, érted? Mert magamnak is tartozom ennyivel, meg úgy egyáltalán ezért az egész légkörért. Lajtai nyert, mi pedig elgondolkodhatunk azon, hogy vajon az elmúlt 10 évben a magyar rallisport mindig jól sáfárkodott a tehetségeivel.